Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket is. Én Barta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházaspárja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, én Barta Tusek Nébolya vagyok. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően ás volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk 27 éve. Magamról röviden annyit, hogy kereskedelemben dolgoztam. A párom elmondta, Gyuláról érkeztünk, és ma már a PPH tanulói szervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen érte el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar segíteni az embereken, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintű emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mit szóltok a jelenlegi világunkhoz? Mennyire vagytok vele elégedettek? Mit láttok? Javul a világunk, vagy romlik? Rosszabbodik? Romlik? Aha. És ez miben nyilvánul meg? Hát például háborúkban, igen. Hát de háborúk mindig voltak, hát. Ennyire nyilvánosak nem. Az emberek hozzáállása is. Az emberek magasztával. De mit értünk azon, hogy nyilvánosak a háborúk? Hát most... Nézhetjük mi? A tévébe. Ja. Hát volt környezetünkben a második világháború, ott a háború. Hát itt volt a, ugye, a jugoszláv háború. Azt is a tévében néztük. Nem? Így van, az is itt volt a szomszédban. De valahogy az nem okozott ilyen problémát, nem? Igen. Nem találták ki. Micsoda, nem volt? Akkor nem volt ennyi hülye. Ja, akkor még nem volt ennyi hülye. Tehát azt mondtad, hogy akkor még nem volt ennyi hülye? És hogy látod itt a... az emberek elbutulását. Tehát, hogy vajon eszesednek az emberek, vagy butulnak? Butulnak. Rohamosan? Progresszióban. Aha. És mi lesz ebből a rohamos butulásból? Káosz. Tehát itt vagyunk mi magyarok. Itt vagyunk mi magyarok. Nekünk tisztába kellene azzal lenni,
hogy mi a tudás népe voltunk. De nem mint magyarok, hanem mint hunok. Hiszen 7000 évvel ezelőtt kezdte el a hun népcsalád a magasabb szintű tudás eljuttatását az emberiség számára. Tehát az összes fejlett civilizációt azért lett fejlett civilizáció, mert a hunok szétrajzottak és elvitték a tudást. Például Egyiptomba, például Észak, Közép és Dél-Amerikába, Indiába. Oké? Okay. Tehát, és hogy volt ez? Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy létezik olyan, hogy evolúció, akkor óriási tévedésben van. Mármint biztos, hogy az ember részéről. Van evolúció, hogy mit tudom én, a madár, hogyha rákényszerült, hogy a vízben halászon, akkor lehet, hogy úszóártyakat növesztett. De az is hosszú évmilliók során, vagy évszázezredek során. Tehát gyakorlatilag, ha megnézik, ez tény. Ez bebizonyított tény, hogy megnézték, és nem változtak az állatok. Eltűntek és megjelentek állatok. Érted? Na most, ha eltűnnek és megjelennek állatok, akkor ott valami magasabb intelligencia betelepítette, vagy létrehozta azokat az állatokat. Logikus? Tehát nem tudtak felfedezni a tudósok a Darwin által kitalált baromságot, hogy minden evolúció alapján jött létre. Én szerintem a Darwint megfizették, hogy ezt a hülyeséget kitalálja. Érted? Ez olyan, mint a Kazincinál, a Kazincit az osztrák, ugye, császár megfenyegette, illetve hát annak a akárkie, megfenyegették, hogyha nem csinálja meg a nyelvújítást a magyaroknak, akkor megölik. Érted? Szó szerint. Ezért létrehozott egy nyelvújítást, ami nem történt meg a csángóknál, de az összes egyéb területen élő magyaroknál megtörtént a nyelvújítás, mert a magyarok azok mindig a nyelvükben éltek, és az azt jelenti, hogy a szavuk kifejezi a szónak az értelmét. Oké? És úgy hozták létre. Hát gondold végig, ez a új technológiánál is a magyarokra jellemző, hogy létrehozzák azt a szót arra a dologra, ami előtte nem volt, amiben benne van annak a tárgynak a működése. Például, mit tudom, kerékpár. Hát a kerékpár nem ősi szó. Hát hiszen az 1800-as években találták föl a kerékpárt. Oké? Okay. Tehát ugye a magyar még most is, mikor szót alkot, akkor belerakja a jelentését annak a dolognak. Érted? És ez a magyarban mindig így volt. És azt, hogy ezt eltorzítsák, hát Kazincinak meg kellett csinálni a nyelvújítást. Jó, tehát ezt most miért mondom? Mert ugye az evolúció az, mondom, már megdőlt, csak nem tanítják. Az iskolákban még mindig ezt a büdös rohadt evolúciót tanítják. Oké? Okay?
És aki elhiszi, hogy létezik evolúció, érted? Az olyan buta, mint a segg. Oké? És ha te most ezt kikéred magadnak, akkor én arra tojok. Tudod? Ilyen egyszerű. És örülj, hogy nem fogalmaztam csúnyábban. Szóval, miért fontos ez? Mert mivel nem létező az evolúció, ezért az embernél intelligens lények hozták létre az életet és az összes élőlényt, beleértve az embert is. Onnantól kezdve az azt jelenti, hogy létező fogalom az istenek kifejezés. A történelemben tanultuk azt, hogy voltak olyan korszakok, ahol isteneket tiszteltek. Emlékeztek? És akkor kitalálták azt a baromságot, hogy mit tudom én, mondjuk a szerelemnek volt istene, meg ilyen hülyeségeket, érted? Ezt ráaggatták már az egész történelemre, mint hamis információt. Az istenek azt jelenti, hogy nem külön olyan istenek voltak, hogy a szerelem istene, meg a tenger istene, meg a mit tudom, a szélistene, meg ilyen baromságok, ugye a görögöknél. Ez egy ökörség. Az istenek, azok szó szerint istenek voltak. Az isteneknek ugyanúgy volt feladatuk, mint az embereknek, természetesen. De nem ilyen formán. Oké? Persze, hát képesek voltak olyanra, hogy mit tudom én, mondjuk fölkorbácsolták a tengert. Persze. Vagy mit tudom én, szelet hoztak létre. Hát most már tudja az ember befolyásolni az időjárást, akkor olyan lények, amelyik létrehozzák az életet, akkor szerintem nem tudták befolyásolni az időjárást. Hát felejtsd már el. Szóval lényeg, hogy azért fontos információ az, hogy léteznek olyanok, hogy istenek. Érted? Mert ők hozták létre a teljes életet, sőt, ők hozták létre a bolygónkat, sőt, ők hozták létre a naprendszerünket. Tehát nekem senki nem esélye azt, hogy a természet létrehoz olyat, hogy egy hold egy bolygó körül olyan sebességgel kering, hogy az ne szippantsa be a bolygó, de ne is távolodjon el a bolygótól. És beállítják olyan sebességre, hát nehogy már ez egy mérnöki precizitás, hogy beállítják a holdnak a keringését olyan sebességre, hogy a centrifugális erő, centripetális gyorsulás, ahogy tanultuk, de úgy jobban ismerten centrifugális erő, ne lökje ki. De az a centrif, tehát a körzés a bolygó körül olyan gyors legyen, hogy ne is szívja be a bolygó a holdat, ne szippantsa be. Hogy tud egy természettel hülye állat ilyet kitalálni? Nem tudok mást mondani. Mert körülbelül annyi eszed van, mint egy tyúknak. És a tyúkra mondhatom, hogy hülye állat. Oké? Hogy tud a természet ilyet kitalálni, te butatök? Oké? Gondolkozz. Ugyanez a naprendszerre. Hogy tud a természet olyat kitalálni,
hogy úgy keringenek egy nap körül a bolygók, hogy egy olyan sebességgel keringenek, hogy a nap nem szippantja be, de nem is távolodik el a naptól. Mert ha gyorsabban forogna a nap körül, akkor eltávolodna, ha lassabban forogna a nap körül, akkor a nap beszippantaná. Világos ez? Ha egy kicsit értesz a fizikához, kellene, mert tanultad, akkor érted, miről beszélek. Vagy lehet, hogy hiányoztál a fizika órákról. Oké? Gyerekkoromban egyébként foglalkoztam csillagászattal. Gyerekkoromban. Tehát mondom, gondolkozzunk, azért van az a káposztalé a fejünkben. Oké? Szóval, már akinek káposztalé, tudod? Szóval, miért fontos ez? Hát azért, mert léteznek felsőbbrendű lénye. És ők hoztak minket létre. Oké? És akkor mondom, ha ők nem jöttek volna ide, és nem tanították volna meg az embernek, hogy például hogyan gyújtson tüzet. Érted? Hogy ne féljen a tűztől. Mai napig is valószínűleg félnénk a tűztől. És nem tudnánk a tüzet kezelni. Tehát itt nem ugyanazokról beszélek. Tehát a világegyetem tele van nálunknál sokkal, de sokkal értelmesebb lényekkel. Oké? És ez a 13. századig ez a bolygó egy átjáróház volt. Csak hogy tiszta és világos legyen. Honnan tudok én ilyen dolgokat? Megkapom tőlük információként. Na ezt kap ki. Hála Istennek, hogy te nem kapsz ilyen információt. Oké? Szóval lényeg az, hogy a 13. századig, mondom, ez egy átjáróház volt. Jöttek, mentek a nálunknál sokkal intelligensebb lények. Oké? Létrehoztak minket valamikor, oké? Mint emberiséget, először 1,5 millió évvel ezelőtt. Oké? 1,5 millió évvel. Azóta volt 6 emberiség, ami eltűnt, mi vagyunk a 7. Nyilván maradvány az mindig maradt. Aztán van fent, vagy fenntartották a maradványt, vagy nem. Oké? Tehát most mondok példát, jó? Hallottál a mesékben olyan, hogy óriások? Az óriások az előző világból valók voltak. Érted? Tehát az előző emberiség az magas, jóval nagyobb termetű volt, mint mi voltunk. Az előző emberiség. És sokkal hosszabb életű volt, mint mi voltunk. Hát mit gondolsz? Tehát még nem fedezted föl azt, hogy mi a tüzes menkünek csináltak 6 méteres bejáratokat a régi épületekre. Miért? Nem gondolkoztál el ezen? Minek a 1,5-2 méteres embereknek 6 méteres bejárat? Érted? Hát azért, mert 5 méteres emberek voltak. Érted? És ugye volt a mesékben, ott van benne az óriások. És az óriások a vízözönnel kipusztultak. Érted? Kipusztultak. Tudod, miért hozták létre a piramisokat? Mindenfélét mondanak. A piramis
az az egyetlen idom, amely képes ellenállni a brutális nyomásnak. És nem roppan össze a nyomástól. Tudtad? Tudnod kellett volna, ez is fizikában tanultuk. És az, és miért csinálták meg úgy, hogy egy papírlapot nem tudsz betenni a kövek közé? Hát, hogy a víz ne folyjon be. És akik túléltek, kisebb emberek, azok túlélték a vízözönt a piramisokban. Világos ez? Jó, utána, hogy meg előtte mire használták a piramis, hogy alkották meg, az más kérdés, mert más célra is van. De elsődlegesen ezért hozták létre, és a világon mindenhol vannak piramisok. Csak mivel, ahol sivatag van, nincs növény és nincs föld, mert a homok az nem föld, azt lefújja a szél. Ezért, hát ott látható a piramis. Aztán van, akik használták a piramisokat temetkezésre, meg mindenféle baromságra. Érted? Tehát különböző dolgokra használták. Hát Magyarországon is több piramis van. Elmész a Pilisbe, ránézel hegyre, és totál piramis alakú. Érted? Csak tele van földdel és növényzettel természetesen. Tehát nem kell elmenni, csak Pilis-Szentkeresztig. Pilis-Szentkereszttől a, mit tudom, Mária forrás, hogy hol voltunk? Emlékeztek? A Mária forráshoz ballaksz, és ahogy oda ballaksz, elnézel jobbra, van egy olyan rész, ahol el lehet látni messzire jobbra, és látod a piramis alakú hegyet, érted? Teljesen piramis alakú. És nem is egy piramis van, egy piramis alakú hegy van a Pilisben. Nem tudom hány van, de nem egy, azt tudom. Hát ugye ott van a boszniai piramis is. De Kínában is van egy csomó piramis. De mondom, hát ezt mind belepte a föld, minden, ugye izé van, fák vannak, az gyakorlatilag egy hegy. Ez ennyi. De azért csinálták, hogy bizonyos emberek átvészeljék a vízözön. Tehát, ugye, hát Noé is átvészelte a hajóval, de az egy más kérdés. Jó? Tehát lényeg az, hogy tudod, honnan jött az, hogy a hunoknak kellett elvinni a magasabb rendű tudást? Onnan, hogy lejöttek a fentiek űrhajóval, na ezt kap ki. És elromlott az űrhajó. És itt rekedtek. Nem sokan voltak, valami heten. Itt rekedtek. És átadták az emberiségnek a tudást. Oké? Megtanított. De milyen emberiségnek? Nem az emberiségnek adták át, hát annak, akik ott laktak körülöttük. És pont, kik laktak körülöttük? Ezt kap ki a hunok. Oké? És azt mondták, hogy ez a dolgotok, hogy azt, amire tanítottunk benneteket, azt vigyétek el szerte a földre. Megtanítottak mindenféle technikát, például a hajóépítés technológiáját. És simán átmentek az óceánon, érted? De akkor még ugye máshol is át lehetett menni. Mert akkor még hidegebb volt az éghajlat. Tehát amikor itt beszélnek arról, hogy afrikai sivatag, hát most gondold végig, olyan őrült volt az ember, hogy a sivatagban élt víz nélkül. És ezt elhitetik veletek. Hogy a múltban 1500 évvel ezelőtt, meg 2000 évvel ezelőtt, meg 3000 évvel ezelőtt, Egyiptomban, meg annak környékén, a sivatagban éltek a népek. És ezt te elhiszed. Hát olyan bolond az ember, hogy a sivatagban él, melegszik az éghajlat, és jönnek északra a népek. Nem veszed észre? Mert túl melegük van. Hát gondold végig, azon a környéken
50 fokok vannak nyáron, árnyékban. Hát az semmilyen ember nem bírja ki. Tehát lényeg az, hogy az a terület, az zöld volt. Az ugyanolyan zöld volt, mint az egyenlítő környékén, például Ázsiában, vagy az egyenlítő környékén, például Dél-Amerikában. Ugyanolyan táj volt. Igaz. Ugyanolyan. Nem figyelted meg, meg tudom mutatni. Fogod, Google térképet kinyitod a sivatagba, és ott vannak a folyóknak a medrei. A Google térkép, de nyilván a műholdas Google térképen. Gyönyörűen látni az egész sivatagban a volt medreket. Föntről. Érted? A Fekete-tenger mélyén meg lehet látni a elhalt településeket. Gyönyörűen. A Google térképről miért nem nézed meg? Ha én tudtam venni a fáradtságot, hogy ilyen dolgokat megnézek, akkor te is meg tudod nézni, ugyanazt a Google térképet meg tudod nézni. És akkor nem hiszel el olyan baromságokat, amivel megetetnek, érted? Tudod miért van Afrikában a sivatag? Miért nem zöld Afrika? Mert megállapították azt is, hogy atomrobbantás történt a múltban. Érted? Atomrobbantás. Hát biztos az emberek tudták a karddal atomot robbantani, nem? Biztos. Biztos az emberek csinálták. Mondok dolgot, megnézed megint a Google térképet, ott van Gibraltár. Ott a legmélyebb a tenger. Miért? Hát meg kirobbantották. Persze, biztos a kardukkal kirobbantották. Biztos. És ugye miért lett vízözön? Mert az, az egész földközi tengeri rész, az egy medence volt, beleértve a Fekete-tengert is, ahol élet volt. Tök jó volt, mert szélvédett hely volt, érted? És az egészet az óceán belepte. Oké? Mert valami állat kirobbantotta. Mondom, a 13. századig jöttek, mentek, nem a 12. században robbantották ki. Hát mikor volt a vízözön? 4500 évvel ezelőtt. Oké? És nem csak az a vízözönről beszélünk, ami ellepte a bolygót, hanem olyanról is, ami helyi vízözönök, mint például a Fekete-tengeri vízözön, vagy a Földközi-tengeri vízözön. Utána kellene nézni, tökéletesen látni ezeket a dolgokat. Szóval, még egyszer mondom, ott rekedtek felsőbbrendű lények, mondok példát. Ezt én úgy tanultam, hogy egy nő élt legtovább. Így van, a magyaroknál anyahita. És elmész Máltára, és megtalálod anyahitának a szobrát mindenütt. Érted? Meg tudod vásárolni kisebb-nagyobb méretben. Tényleg. És az is ott van a leírásokban, ugyanis a hunok arany lemezekre rótták az információkat. A róvósámánok. És a róvósámánok fővesztés terhe mellett kellett, hogy róják a történteket. Mondom, fővesztés terhe mellett. Jaj, de érdekes, a Bibliát, akik fordították, meg akik másolták, érdekes módon, meg akik írták, nem fővesztés terhe mellett kellett, hogy írják. Jaj, de érdekes.
Szóval, ezeken az aranylemezeken, amit a tudományos akadémiában tárolnak. Oké? Rajta van, onnantól, hogy elkezdték róni, az 7000 éve, képzeld el, róják az aranylemezeket, rótták, már nem. És miért aranylemezekre? Ma sosem megy tönkre. Tehát az aranynál nem tudod megállapítani, nincs olyan technológia, hogy megállapítsd egy aranynak a korát. Oké? Másnál meg lehet állapítani mindenfélével, az aranynál lehetetlen. Nem tudom megállapítani. Ha most bányásznak egy aranyat, földolgozzák, és elővesznek egy, mit tudom én, egy olyan aranyat, ami több ezer éves, nem tudod semmilyen technológiával megállapítani, hogy az egyik új, a másik meg régi. Oké? Tehát az idő nem hat rá az aranyra. Oké? Nem hat rá. Tehát nem oxidálódik el, nem rácseppent ez savat, nem történik semmi. Érted? Igaz. Így van. Ezért aranylemezekre rótták. És a történések ott vannak ezeken az aranylemezeken. De hála Istennek voltak olyanok, akik aranylemezekre rótták. Aztán utána leírták könyvben. Igaz, hogy nem fővesztés terhe mellett. Azt azért hozzá kell tenni. Szóval, mondom, elmész Máltára, és hasonlóságot látsz, mint amit olvasol a hunokkal kapcsolatban. Például erről az Anyahita nevezetű hölgyről. A leírásokban is az van, hogy duci volt, és láb problémája volt. És az egyik lábával volt komoly probléma. Elmész Máltára, érted? És ott vannak a szobrok, duci hölgy, és hiányzik tértől lefele a lába. Az egyik. Oké? Júj, de hasonlós. Ráadásul nem tanította a kutya se nekünk, hogy Málta az három sziget. Nem egy. Málta három szigetből áll. Amit a tenger szétmálta. Jaj, de érdekes. A szétmálta, meg a málta, mintha ugyanaz a szó lenne, nem? Málta, málta. Nem lehet, hogy ott az ősi közös nyelvünkön beszéltek? Úgy véletlenül, nem lehet? Hát régen egy nyelv volt. És abból a régi ősi nyelvhez a legnagyobb mértékben a kazinci nyelvújításától függetlenül még mindig mi vagyunk legközelebb hozzá. Még mindig mi. Na hát vajon miért van az, hogy ugye ezt bebizonyított tény, hogy azért változott a legkevesebbet a nyelvünk, mert a Kárpát-medencében használtuk elsősorban, és itt nem jöttek, mentek a népek, mert a Kárpát-medence, a Kárpátok megvédett minket. Oké? Jó? Ez egy síkságon, ott állandóan jöttek, mentek a népek, és úgy keveredtek, mint a nyavaja. Teljesen logikus. Szóval nézzük tovább. Egy példát mondanám, hogy nem olyan egyszerű volt a Kárpát-medence azon átjutni, vagyis a Kárpátokon átjutni, mert az orosz hadsereg a második világháborúban azért tudott átjönni a Kárpátokon, mert a románok átengedték őket. Oké? Különben az egész Kárpát-medencét meg kellett volna kerülniük. Csak hogy tiszta és világos legyen, és akkor sokkal tovább húzódott volna a második világháború. Jó?
Csak hogy tiszta és világos legyen. Szóval, akkor nézzük tovább. Mivel a magyar nyelv van legközelebb az ősi nyelvhez? Mondhatjuk azt, hogy az istenek nyelvéhez, mert milyen az ősi nyelv? Hát az istenek adták nekik. Az istenek nyelvéhez a legközelebb a magyar nyelv van. Oké? Másik példa. Ott vannak a vikingek. Találtak egy viking oszlopot rovásírással, a magyar rovásírással olvasható. Jaj, de érdekes! Magyar viking, igen. Na, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy isteni nyelv, és az isteni nyelvtől nem nagyon messze van. Az összes nyelv, az isteni nyelvnek csak egy nagyon pici százalékát használjuk, mi meg több mint 50%-ot. Hoppá! Na most ezt tudod, mit jelent? Gyerekkoromban azon gondolkodtam, mikor ilyen általános iskolás voltam, hogy hogy lehet valakinek más nyelve, mikor a magyar nyelv az teljesen érthető. Érted? Gyerekkoromban ilyeneken. Imádtam a történelmet. És mondom, ezen gondolkodtam, hogy hogy lehet valakinek más nyelve, hogy nem érti a magyart. Na most, akkor mondanám tovább. Tehát egy olyan népről van szó, amelynél valószínűleg segítséget kaptunk arra vonatkozóan, hogy minél inkább megtartsuk a nyelvünket. Például az egy segítség volt, hogy azt mondták, hogy jöjjünk a Kárpát-medencébe. Tehát ha megnézed a Földön, nincs még egy ilyen zárt medence. Oké? Nincs. És nem is kicsi ez a medence. Tehát, mert ugye nem Magyarországot nézd, hanem a Kárpátoktól nézd. És az Alpokig. Ugye nyugatról az Alpok zárja. Na szóval, nézzük tovább. Tehát figyeltek arra, hogy maradjon a nyelvünk. Tudod miért? Mert ha az istenek nyelve, meg a magyar között nem nagy a különbség, akkor te tudsz magyarul gondolkodni, és meg tudod kapni az istenek üzenetét. Egy olyan nyelvben az istenek üzenetét nem tudják megkapni, ahol gyakorlatilag a két nyelv totálisan eltérő. Logikus? Oké? Na most, ezért, ugye akkor, amikor átadták a tudást, azt is mondták a hunoknak, hogy ti vagytok a tudás népe, és a magasabb rendű tudást el kell juttatni az emberiség számára. El is indultak, megkaptak a technológiát, el is indultak, és el is vitték a tudást. De lett egy olyan, hogy alexandriai könyvtár földgyújtása, és onnantól kezdve a tudás az így esett vissza. Jó, tehát miért fontos ez? Mert sokkal magasabb tudás volt az ókorban, mint amit gondolunk róla. Képzeld el, az nem az ókorban, hanem még a középkorban is Dél- és Közép-Amerikában tudtak követ önteni. Nem betont, követ. És olyan technológiával csinálták meg az építményeiket, például a piramisokat is, hogy az öntötték azokat a köveket. És ezért vízzáró. Most azt mondanák, hogy tessék, itt vannak a kövek, csiszoljátok úgy össze,
hogy a víz ne folyjon közte át, és nem lehet benne kötőanyag. Nem tudják megcsinálni. Nem tudják megcsinálni. Most nincs olyan technológia, hogy ezt meg lehet csinálni. Akkor meg hogy ne lett volna? Ott volt az egyik kő, és mondjuk idézőjelben, mintha most azt csinálnád, hogy van egy betonkockád, körül zsaluznád, és beöntenéd. Az is vízzáró lenne. Mert az egyik fala a másik beton. És ahhoz lenne öntve. Érted? Akkor utána megint mész egy következő kockát, megint körbe zsaluzod, megint beöntöd, de nyilván ott nem zsaluzod körbe, ahol a másik beton a zsalu. Érted? És így szépen nem folyna be a víz sehol. Érted? És ugyanúgy alul is, ugye az a zsalu alja, a másik kocka, a másik kő. Világos ez? És nem kell kötőanyag. És nem folyik közé semmi. Mert teljesen összezár. De ők a kőnél tudták ezt még csinálni. Ma nem tudnak követ önteni. Akkor tudtak. Pont Máltán volt az, amikor voltunk a kék barlangba, már beomlott sajnos, már nem lehet elmenni. Na szóval, voltunk a kék barlangba, és a kristálytiszta tenger. És sok métert le lehetett látni. És tudod, mit láttunk? Az, hogy a sziklák tök úgy néztek ki, mintha betonból öntötték volna. Tele voltak kavicssal. Érted? A sziklák. Kavicsból álltak a sziklák lent a tenger mélyén. Nem nagyon mélyen láttunk, mert annyira mélyen nem láttunk. Hát ugye csónakokkal mentünk. Érted? Ilyet csináltak a múltban. Érted? Rendes kavicsból álltak a sziklák, mint a beton. Ahol sok kavics van, tudod, amiben sok, szinte egyforma kavicsokat raktak. Nem kisebb-nagyobb, hanem egyforma kavicsok voltak benne, úgy viszonylag. Totál érdekes volt. Talán le is fényképeztem, ha jól emlékszem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy teljesen más van a világunkban, mint amit te hiszel róla. Oké? Tehát akkor menjünk vissza tovább. Annak idején azt mondták, hogy ti vagytok a tudás népe, ezért meg kell tartanotok a nyelveteket minél inkább, hogy megkapjátok a tudáshoz az információt. Tehát régen az embereknek a telepatikus képességük sokkal jobb volt, mint most. Nekem van telepatikus képességem, csak hogy tiszta és világos legyen. Oké? Az azt jelenti, hogy ugye azért kellett a telepatikus képesség, hogy megkapják az információt a fejükbe, és megtanítsák a többieknek, akik nem tudják venni az információt, mert elszakadtak az ősi nyelvtől. Világos ez? És még mindig ez a szerepe a magyarnak, hiszen a magyar az a hun közvetlen leszármazottja. Egyeneságú leszármazottak vagyunk a hunoknak. Oké? Magyarok. Nem csak a magyarok, a székelyek, a palócok, a kunok, a jászok, csak úgy most hirtelen. Jó? Mind egyeneságú leszármazottja a hunoknak. Tehát az egész világon, ha azt mondod, hogy te hun vagy, azt megértik, azt mondod, hogy magyar vagy, néznek rád, mint borjú az új kapura. Oké? Okay? Erről meggyőzöttünk. És mindenütt úgy szereplünk felségjelként, hogy hu. Érted? Nem ma, hanem hu. Szabolcsban nem hol vagy, hanem hun vagy. Oké? Okay? Így mondják.
nem azt mondják, hol vagy, hanem hun vagy. Hun. Azt mondják, hun vagy. Oké? Illetve a Szatmár, ahol ezt csinálják. Na szóval, tehát vannak proféciák, a proféciák szerint én vagy 7 olyan proféciát olvastam életemben, amely arról ír, többek közt például Nostradamus is, tehát jósok, úgy is lehetne mondani, híres jósok, jó? Akik elmondják azt, hogy ez időtájt, és megnevezik ezt a korszakot, lesz egy nép a Kárpát-medencében, amely eljuttatja az emberiség számára a magasabb szintű tudást. Ébredj fel, magyar! Kiválasztottak vagyunk. Ébredj fel! Ugyanis mi vagyunk a tudás népe. Újra kell éleszteni a tudás népét. Ez elkezdődött. Hogy újra éleszteni a tudás népét. Az hogy történik? Ha nem várjuk az újszülötteket. Nem úgy. Hanem úgy, hogy a fejedben megfogalmazódik az, hogy neked ez a dolgod, hogy átadj másoknak tudást. Na most gondold végig, itt van körülbelül 4 millió ember, aki aktív, kb. 2 millió a kiskorú, kb. 4 millió az idős. Oké? Tehát itt van 4 millió ember. A 4 millió ember azt mondja, hogy az hány nulla? A 4 millió az 6 nulla. Azt mondja, hogy a 8 milliárd az 9 nulla, ha jól emlékszem. Tehát az azt jelenti, hogy a 8 milliárd elosztunk 4 millióval, akkor az 2000. Tehát fejbe elég könnyű kiszámolni. 2000. Na most, ha neked lenne 2000 tanulód, körülbelül havonta olyan 70 millió forintot keresnél. Nem, rosszul mondtam. Dehogy is annyit nem keresnél. 30-at. 30 milliót. Jó? 30 millió. Na most, gondold végig, ha itt 4 millió állampolgár 30 milliót keresne átlagosan, akkor vajon milyen életszínvonala lenne ennek az országnak? Netántán nem tudnád eltartani belőle a nyugdíjas hozzátartozódat? Esetleg. Ha tudás népe vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor ebben meg tudnánk élni. Gondolkozz! Oké? És a világ leggazdagabb népe lehetnénk. Mert sehol nem keresnek 30 milliót átlagosan az emberek, forintba átszámítva, sehol. A leggazdagabb országokban sem. Oké? Nem tudja más nép megcsinálni.
mert a nyelvük meg sem közelíti az isteni nyelvet. Ezt csak a magyar tudná megcsinálni. Na most, miért fontos ez? Mert ki vagyunk rá jelölve. Egy, kettő, létre kell hozni a szeretet korszakot. A szeretet korszakhoz pedig arra van szükség, hogy ezek a területek, amin az ember él, ezek jól működjenek. Érted? Ez a 10 terület. Ez jól működjön. Ha minden embernek, aki ezekkel a területekkel tud bánni, megnéznénk az életét, akkor azok közül egy se kell, hogy elnyomoskodjon. Érted? Tudod, hogy a nagypénzű emberek, a gazdagok miért elnyomoskodnak? Ma az életük többi része az romokba heve. Érted? Mert van egy területük, ami jól működik, mondjuk a pénz. De ott van még 9 terület, aminek jól kellene működni, és nem működik jól. Tehát nem jó az, hogyha valaki ultragazdag, mert olyan félelmei vannak a vagyonával kapcsolatban, meg a hatalmával kapcsolatban, hogy azt te el se tudod képzelni. És tudod, hogy várjál mindjárt, ezt felolvasom, jó? Valaki ma kérdezett tőlem valamit, és akkor ezt válaszoltam. Egy pillanat, mindjárt. Azt mondja, hogy eltettem, vagy nem tettem. Azt mondja, mi van? 5. hó 26. Itt van. Minden felnőtt embernek szabad akarata van. Mindenki maga oszthatja be a saját idejét. Ha nem, akkor nem teszi meg, hogy nemet mond, vagy változtat. A félelmeim miatt nem mondunk nemet, vagy nem változtatunk. Oké? Valaki kérdezett valamit, és ezt válaszoltam számára. Hát még egyszer felolvasom. Minden felnőtt embernek szabad akarata van. Mindenki maga oszthatja be a saját idejét, ha nem, akkor nem teszi meg, hogy nemet mond, vagy változtat. Tehát nem teszi meg, hogy nemet mond, vagy változtat. A félelmeink miatt nem mondunk nemet, vagy nem változtatunk. Oké? Nem kellene jól bánni ezekkel a területekkel, hogy a félelmeid teljes egészében megszűnjenek? Hát ha te szívesen félsz, akkor csináld, csak tudod, mi a baj azzal, hogyha te nem akarsz kikerülni a félelmeidből, hogy nem éled meg a szeretetkort. Pedig az 12 év múlva már lennie kellene szeretetkornak. És nem fogod megélni. Ez a baj. Mert ugyanis már 2013
Van már szeretett kornak kellett volna lenni. Azért volt 2012. december 22-vel világvége. És örülj, hogy nem lett világvége, mert sok a jó ember, és a jó embernek kellene fejlődnie. És hogy tiszta és világos legyen, a fejlődés az 7 szintből áll. Itt van az emberi fejlődés 7 szintje. A legtöbb ember itt van, az 1-es, 2-es szinten. A túlélés és a biztonsági szint, biztonság szintje. Ez bebizonyosodott itt a Covid-nál. Sőt, a Magyarországon élők nagy része az a túlélés szintjén volt, nem is a biztonság szintje. Van. Nem volt? Van. Sajnos. Brutál. Nem gondoltam, hogy ilyen rossz az arány. Itt van lehetőséged arra, hogy tartozz hozzánk egy közösségbe. Egy olyan közösségbe, ahol az emberek szeretik egymást, ahol az emberek tudást kapnak, ahol karriert érhetnek el, sikereket érhetnek el. És van egy közös célunk. Az, hogy az emberiség számára olyan tudást vigyünk el, ami létrehozza a szeretet kort. Nem tudom, milyen közösséghez akarsz tartozni, de én ezt hiszem, ennek a szellemisége felül múlja bármilyen közösség szellemiségét. Maradjunk ennyibe. A negyedik lelki szint az akkor érhető el, ha képes az ember teremteni. És rendszeres elismerést kap, illetve ad. Tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Hát saját csapat nélkül nem érhető el. 2026-ig van a kiválasztódás. Tehát 2026 év végéig van a kiválasztódás. Arra vonatkozóan, hogy kik lesznek a jövőben a tanítók. Oké? Tehát a tanítók az átlag feletti emberekké válnak. Csak hogy tiszta és világos legyen. Ha neked megfelel az átlag ember, akkor te neked nem kell tanítónak lenni. Önmegvalósítás lelki szintje az éri el, aki képes teremteni az embereknek, át tudja adni a tudását. Tehát nem csak teremteni képes, hanem az embereknek át tudja adni a tudását. Magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. A hatodik lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Saját csapat nélkül nem érhető el. A hetedik lelki szint a beteljesülés szintje. Tehát beteljesíted a küldetésedet. Az a beteljesülés. Beteljesíted azt, amiért leszülettél. Világos ez? És nem tévhiteket képzelsz el ebben kapcsolatban. Mindenkinek megtudható, hogy miért született ide. És mi a küldetése. Oké? Tehát azért beteljesülés, mert beteljesíti a küldetését. Az juthat föl a beteljesülés szintjére, aki képes teremteni, és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Tehát feltétel nélkül. Ez is saját csapat nélkül nem érhető el. Tehát egy tanító nem csak tanít, hanem embereket vezet. Oké? De gondold végig, most a buták vezetik az embereket. Tanítani nem képesek. Mert ha okosok lennének,
eszesek lennének, akkor képesek lennének tanítani az embereket. Most a hatalomban lévők mit tanítanak neked? Semmit. Ha okosok és eszesek lennének, mondom még egyszer, képesek lennének tanítani. De nem tudnak. Még a beszédjüket is leírják nekik, hogy mit olvassanak fel. És vannak olyan hatalomban lévő emberek, politikusok, érted? Hogy alig mer fölnézni abból, amit felolvas. Nehogy elrontsa. Akkor milyen tanítókról van szó? Ők nem azok. De aki tanít, annak vezetnie is kell azokat, akit tanít. Logikus, nem? Jó? És mit jelent a beteljesülés azon túlmenően? Ezt a hetedik lelki szintet nem is tudod elérni 2010, vagyis a 35-ig, 12 éven belül. Nem tudod elérni. Hát ezért kell a szeretetkor, hogy ezt megtanulja az ember. Mert ezt csak elnyomásmentes társadalmi formában lehet megtanulni. Oké? Semmi gond. Ugyanúgy, ahogy a születésed elsősorban nem tőled függött, nem is a szüleidtől, hanem a teremtőtől függött. Ami azt jelenti, hogy hiába volt neked egy előző életed, amit itt a földi létben eltöltöttél mondjuk abban a 60 évben, hát gondold végig, azáltal milyen tudásod volt ahhoz, hogy kiválaszd azt a családot, amit kiválasztottál. Gondold végig, hogy hány milliárd család van. És te abból kaptad a szüleidet. De igazából te választottad, mert beleegyeztél, hogy azok lesznek a szüleid, akik lettek. De kiválasztották neked. Miért tudták kiválasztani? Hát mert mondjuk gondold végig mondjuk 1 milliárd év tudással, kicsit több tapasztalatuk van mondjuk a teremtődnek, mint neked avval az előző életi satnya 60 éveddel. Oké? És kiválasztották neked azt a családot, amit az előző életed alapján érdemeltél. Oké? És utána te oda leszülettél. Most mint lélekről beszélek, hogy tiszta és világos legyen, nem mint test. Testedet összeadta anyukád meg apukád. De a lelkedhez, anyukádnak meg apukádnak semmi köze. Jó? Maradjunk ennyibe. Azon kívül, hogy a világegyetemben mindenki lélektestvér. Jó? Azon kívül semmi köze. Mondom, a világegyetemben mindenki. Nem csak az emberek, hanem bármilyen értelmes lényről van szó. Jó? Amelyik lélek alapon működik. Szóval, nem a robotokra gondolok természetesen. Oké. Szóval gondold végig, hogy el lehet ezt érni. Tehát hatodik lelki szintre simán fel lehet jutni. De mondjuk kell hozzá egy pár év. Van akinek több, van akinek kevesebb, általában 9. Jó, 9 év alatt szerintem bárki meg tudja csinálni, hogy feljusson a hatodik lelki szintre. Én azon vagyok egyébként. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, és lényeg az, hogy
Miért kell még egyel följebb jutni? Mert a küldetésünk teljesülése által vissza tudunk kerülni oda, ahonnan jöttünk. Ezek nem naprendszeri bolygók. Oké? Hanem például hallottál már arról, hogy Sirius B, vagy esetleg mondjuk hallottál-e olyan, hogy Plejádok. Oké? És vissza lehet oda kerülni. És képzeld el, ott is lehet párod. Csak tudod, mi a különbség? Hogy ott egy párkapcsolat, az nem szexuális alapon működik, hanem plátói alapon. Hiszen nincs nemi szervük. Oké? Okay? Tehát magyarul nem azért szereted a feleségedet, mert dughatod. Csak gondolod. Sőt, te nem azért szereted a férjedet, mert dug téged. Hát valakit rejtenek, valakit dugnak, így. Szóval, hát de alapvetően az ember is nem a szexre kell, hogy alapozza a párkapcsolatát, hanem a szeretetre. Gondold végig. A szex az egy plusz. Így van, így van. Így van. Micsoda? Van egy ilyen nóta. A szex vajon mi? Sokan azért jöttek vissza a szex miatt. Jó, de azért gondoljuk végig, jó? Tehát a nőknél, ha megöregszenek, az nem okoz problémát, hogy nem szexelnek. Mondom, de fizikai problémát. Tehát fizikai problémát nem okoz. Ha egy férfi megöregszik és nem szexel, a férfinek fizikai problémát okoz. Tehát betegséget okoz, hogyha a férfi nem szexel. Ez az összes prosztata betegség ebből fakad. Így van, tehát a hölgyek akarják, hogy a férfi, a barátjuknak, férjüknek, partnerüknek az egészsége rendben legyen, ugye, akkor a hölgyek figyelnek arra, hogy a férfi rajta sok nemi életet éljen. Rendszeresen sok nem életed. Na, melyik napon? Vigyázzunk arra a prosztatára. Hát van egy ilyen, hogy van egy ilyen vicc, egy elég régi vicc, lehet, hogy ismeritek, hogy megállapodik a házas pár, hogy az R-betűs napokon szeretkeznek. És akkor tudja, mi az R-betűs? Azt mondja, szerda, csütörtök, vasárnap. Erre jön az asszony és mondja a férjének, te, szexnap van, miért, milyen nap van? Préntek! Jó, tehát... Mondom, ez egy, lehet, hogy szomorú hír egyeseknek, hogy odaállt a fenti létformában, ott csak plátói a szerelem. Oké? De nincs is prosztata problémájuk. Nincsen.
telepatikusan ingerelik egy. És ugye a léleknek azért tudni kell, hogy végtelen az élettartama, de energiára szüksége van. Jó? Azt azért, hogy világos legyen. No szóval, hát ennyi fért bele itt az első részben. További részletekről a házigazdáink fognak beszámolni. Vagy kíváncsian várjuk, hogy milyen részletekre gondoltak ők. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Már kaptuk is a közönségből, hogy a plátói rész nem érdekli őket. Hát, köszönjük szépen ezt az előadást. Ebben aztán volt minden most. Most ezt kéne valahogy tovább folytatni ilyen magas szinten. Köszönjük, a mi nem életünk az nagyon jó. De itt voltak témák, szét tudjuk szedni, ugye, hogy mi az, ami kicsapja a biztosítékot azoknál, akik nem tanulók, sőt néha a tanulók közt is. Ugye először is, amilyen durva dolog, pénzről volt szó ugye a középtáj vége fele, hogy 30 milliárd is lehetne keresni a PPH-ban, hogyha mi fejlesztenénk az embereket. És ma beszéltem egy emberrel, ő nem akar piramisban részt venni. És néztem, nem is írtam neki semmit. De hát tegyük már rendbe a fogalmakat. Voltak régen piramis játékok, elkértek emberektől pénzt, azt felépítették egy piramis rendszerbe, és a végén senki nem járt jól, csak aki elkezdte, igaz? Oké, rendben van? Miből van a pénz a PPH-ba? Tisztázzuk már, jó? A befolyó tandíjakból van a pénz. A tandíjak iszonyatos nagy összeg egyébként, az is kész átverés. Már majdnem más mondtam. Első hónapban a tandíj 19.700 forint. Jelenlegi, világ jelenlegi áraiban ez a 19.700 forint szerintem nagyon kicsi pénz. És a második hónaptól ez még kevesebb, 12.500 forint. Na most, a Szedlacsik Miklós cégébe ez befolyik, és azt ő visszaadja a tanulóknak, akik szerveznek. Hú, de rossz dolog, igaz? Milyen rossz? Na most, akik szerveznek, azoknak mindenkinek hivatalos bevétele ez, tehát minden világosan megy. A mai magyar törvényeknek megfelelően működik az egész. Tehát teljesen tisztán mindenki adózik, mindenki úgy veszi el a pénzt, úgymond. Tehát ha te hozol egy tanulót, vagy mi hozunk egy tanulót, mi a tandíjában részesedünk. Hát ez aztán iszonyatos bűnös dolog, és tele van mindenféle gonoszsággal, igaz? Na. Másik rész, ugye hozunk egy tanulót, akkor ő a mi csapatunkba tartozik. Amit én tanulok a PPH-ban, vagy tanultam, azt rajta már tudom gyakorolni. Ha sok emberen van, akkor sok emberen tudok gyakorolni, amitől én leszek tapasztaltabb, igaz? Felépülhet ő is tanítóvá válhat. Ilyen rendszer nincs máshol, egyszerűen. Igazi baj? Igen, nekem még egy olyan gondolat jutott eszembe egyébként, hogy itt mondta ezt a piramis dolgot. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy aki alkalmazotti létbe dolgozik, az végig gondolta már, hogy egy piramisban él. Ugyanis az alkalmazott, ő egy alkalmazott, felette biztos, hogy van valami, egy csoportvezető, egy főnök, a felett az igazgató. És ha megnézzük, hogy aki legtöbbet dolgozik, az az alkalmazott. És ki kap a legtöbbet? Nem ő a munkájáért, nem ismerik el, hanem a fölötte lévők kapják meg. Na a PPH-ban ez úgy van elosztva, hogy te azt kapod, ami munkát beletettél. Tehát ugye azért így gondolkozzanak el rajta, vagy gondolkozz el azon, hogy mi az, hogy piramis játék, mert te abban élsz, ha alkalmazottként él. Vagyis teljesen igazságos a rendszer. Itt többet kereshet az, aki ügyesebb. És minél többet dolgozik valaki, minél több felismerése születik, fejleszti önmagát, annál több tanulója lehet, és annál több pénzt tud keresni. Na most azért nézzük meg ezt a kereseti dolgot is, mert ebbe is ingadoznak az emberek. Az egyik azt mondja, hogy alig lehet keresni benne, a másik meg avval indul, hogy majd ő egy busznyi embert hoz, és egyből milliókat keres. Egyik se. Egy tanuló után egy szervező először kap kb. 5000 forintot, aztán 3600 vagy valami ilyesmi pénzt. És ebből indulsz el. Erre se lehet azt mondani, hogy ez egy olyan nagyon, hogy mondjam nektek, kirívó dolog. Ezek hétköznapi dolgok. Csak az a baj, hogy mindenkivel belenevelték azt a rohadt alkalmazati létet, és egyszerűen nem látnak ki belőle. Számomra ez már fantasztikus egyébként, hogy ezt hogy csinálják az emberek, hogy
véletlenül se váltanak semmit. Tehát éli mindenki a kis szűk világát, és akkor valaki ki akarja mozdítani belőle, és akkor az a gonosz. Mert neki az olyan, mivel van. Van egy ilyen fogalom, hogy szekta, tudjátok. Mondják, hogy mi szekta vagyunk. És ma visszaírtam egy másik embernek, hogy az a szektás, aki jót akar embereknek és csoportba csinálja. Nem az, aki hagyja, hogy a föld rossz irányba menjen. Szerintem az alvó emberek alkotják a legnagyobb szektát a Földön, akik életbe tartják ezt a rossz rendszert, ami az emberiség pusztulását okozhatja. Hát gratulálok hozzá. És akkor ki kéne nézni ebből az egészből, és nem hajlandó senki. Nem, neki van elég gondja, a világot már nem veszi magára, egy fecske nem csinál nyarat. Egy fecske nem csinál nyarat, mondja 8 milliárd ember. 8 milliárd, igen. Azt mondja, hogy én egyedül nem tudok csinálni semmit. És mi lenne, ha megpróbálnád csapatba? Ez tök jó lenne, nem? Ez így van. És itt a lehetőség. Itt Szedlacsik Miklósnál a PPH-ba. Átadom a szót. Hál' Istennek, milyen a lehetőséggel éltünk annak idején. Ez most már 10 éve, hogy mi itt tanulunk. És az előbb a Tusek említette, hogy az emberek félnek kilépni a komfortzónájukból. Mielőtt én nem jöttem ide tanulni, egyébként nagyon sok fele voltunk, és rájöttem, hogy én is féltem kilépni a komfortzónámból. Inkább benne voltam abban mókuskerékben, és mindig az volt, hogy na majd lesz ez jobb. Ha te így gondolod, soha nem lesz jobb. Az, hogy te ki tudj lépni a komfortzónádul ahhoz, hogy egy boldog, szabad életet tudjál élni, ahhoz tudás kell. És arra is rájöttem itt a 10 év alatt, hogy itt Szedlacsik Miklós úgy tett, olyan tanításokat ad nekünk, és ezáltal sikerült kilépnem a komfortzónából, felismeréseim születtek. Tehát rengeteg képzésen voltunk, és sehol nem kaptam felismeréseket. És itt olyan tanítások vannak, ami által felismerések születnek, és aztán a tanítás mellett pedig kapunk módszereket, amivel ezeket a felismeréseket meg tudjuk oldani. És ezért lesz egyre boldogabb és szabadabb életünk. A Tusek említette, hogy itt van egy másik dolog is, ami úgy van összeépítve ez a rendszer, hogy tanulunk, fejlődünk, és a Szedlacsik Miklós arra is gondolt, hogy ez a tanulás, ez a fejlődés egyben a munkánká is válhat. Tehát, mint ahogy nekünk is, már ez a foglalkozásunk, hogy minél több embernek adjuk tovább ezt a lehetőséget. Mert ugyanis ezt a világot semmi más nem fogja helyrehozni, csak az, ha mi emberek összefogunk, és egy célért teszünk, és itt a PPH erről szól. Van egy olyan cél, hogy az embereknek valóban átadjuk azt a tudást, amivel be tudunk jutni a szeretett korban, az aranykorba. És számomra nagyon szimpatikus volt az a rendszer, amit fel van állítva, tehát ide bármikor be tudsz csatlakozni. Nem kell megvárnod, hogy most majd jövő hónap, vagy bármikor be tudsz csatlakozni. Körforgásban mennek a képzések. 26 nagy témakör van, ami a témakör az ember és az élet működéséről szól. És valóban, ami itt ki volt vetítve, ez a 10 életterület, és mellette még minden, ami az életünkhöz tartozik. És nekem az is nagyon jó volt, hogy azért gyors itt a fejlődésünk, mert egy olyan rendszer van, hogy itt a képzések minden héten szerdán és vasárnap vannak. Élőben innen most, ahol mi vagyunk az irodából. Ha esetleg te nem tudod meghallgatni élőben, semmi gond, mert vissza lehet hallgatni. Felvételről, hanganyag, tévéformájában, tehát vissza tudod hallgatni. És nem maradsz le. Rendszeresen vannak, tehát szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól tudsz jönni személyesen, bárhol vagy a világban, meg tudod hallgatni, teljesen mindegy, hogy hol vagy. És a másik nekem még, ami nagyon tetszett, hogy itt, ahogy becsatlakozol, kapsz egy mentort, egy vezetőt, egy segítőt, kinek melyik szó szimpatikus, onnantól nem vagy egyedül. Bármikor, ha neked van valami nem megértésed, bármi, akkor föl tudod hívni, meg tudjátok beszélni, és nekem ez is nagyon szimpatikus volt, hogy nem vagy egyedül. És én abban biztos vagyok, hogyha te itt elkezded a fejlődésedet, a tanulásodat, és abban is biztos vagyok, hogy olyan módszert kapsz, amit be tudsz építeni az életedbe, ezáltal jobb lesz az életed, akkor te azt tovább fogod adni.
Mert mi is, amikor idejöttünk, akkor nem gondoltuk, hogy mi nekünk... Nem volt ez a szándék. Igen, nem abszolút volt ez a szándék, hanem az, hogy tényleg hogy tudok egy jobb életet élni. És mivel, hogy nekünk az életünket tényleg helyrehozta az a tudás, ami itt van, én onnantól kötelességemnek éreztem, hogy ezt továbbadjam, ezt a lehetőséget. Úgyhogy én azt üzenem azoknak az embereknek, akik most néznek minket, vagy már rendszeresen hallgatja ezeket a részeket. Ezek ugyanis még csak a díjmentes bemutató adások. A megoldások a második részben vannak, ami mindig ilyenkor díjmentes után van egy 30 perc szünet, és kezdődik a tanítás. Kezd el, mert az idő azt telik, és nem lesz kiút, csak akkor, ha van tudásod. És a másik pedig az, hogy valóban nem mindegy, hogy kitől kapod azt a tudást. Én hiszem és tudom, hogy Szedlacsik Miklós, amit átad nekünk, nincs másik ilyen mester, aki tényleg azon van, és minden tudást átad, amit ahhoz kell, hogy bejussunk a szeretett korba. És mint ahogy elhangzott, tényleg egy olyan havi tandíjunk van, ami teljes mértékben megfizethető. Én azt mondom, hogy kezd el, adj magadnak legalább egy 3 hónapot, hogy lásd, hogy ez a rendszer hogy áll, hogy van felépítve, a közösséget ismerd meg, és kezd el. Mert ennél jobb lehetőséged nem lesz, ez biztos. Hát amennyiben szimpatikus volt az ajánlatunk, akkor keressél egy PPH-s szervezőt, Facebookon fönn vagyunk, különböző médiákban találsz meg minket, és beszéld meg vele, hogy tudsz tanuló lenni. Ezután te is tanulva válhatsz, teljesen egyszerű, egyébként az sem bonyolult. És most lesz az a 30 perc szünet, amiről az Ibolya beszélt, utána pedig egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket, sziasztok!